Sziasztok! A Papp László Sportarénából jelentkezünk a Fitbalance-ról. Ha láthatjátok, beindult az élet, és mindenki nagyon fit. Ha szeretnétek ti is azok lenni, akkor tartsatok velem, és nézzétek meg, hogy mi zajlik a hátam mögött. Simon Szimivel állunk itt a nagy színpadnál, amit hamarosan át fog venni, és egy brutális boostiningben részesíti az egybegyűlteket. Szimi, mire számíthatnak a vendégek, akik ellátogatnak az órádra? Egy fantasztikus tréningre, ami mindennek fog dolgoztatni. Én azt vettem észre, hogy mindenféle korosztály részt szokott venni az órámon. Egészen 15 éves kortól volt olyan, aki 60 évesen is eljött az órámra, és ugyanúgy élvezte az órát, mivel vannak különböző fokozatok, különböző nehézségek, amiket mindig meg szoktam mutatni. Szóval, hogyha bejön egy teljesen kezdő, vagy egy olyan, akinek például nem bírja a térdüzelete az ugrálás, az is biztonsággal meg tudja csinálni az edzést. Sziasztok lányok, ha jól látom, ti Simonetta órájára jöttetek. Miért pont ezt az órát választottátok ki magatoknak? Nagyon szimpatikus Simonetta, imádjuk, úgyhogy most együtt fogjuk nyomni és nagyon várjuk. Viszontatok máskor is jönni a Fitbalance-ra? Persze, hogy szinte minden alkalommal, amikor tudunk, akkor eljövünk. Szívünk szerint mindenkinek ajánljuk, hogy látogasson el egy ilyen rendezvényre, mert az egészséghez hozzátartozik a mozgás, így mindenkinek azt javasoljuk, hogy mozogjunk. Kisvirággal ismét találkozhatok a rajongója Bajatokus a standjánál, úgyhogy mi is kaptunk az alkalmon, és meg is kérdezném arról, hogy milyen élményekkel tért haza az amerikai túrájáról. Először is sziasztok, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, tudtunk találkozni és közös fotót készíteni. Amerika iszonyatosan jó volt, rengeteg élménnyel, tapasztalattal, új edzésmódszerrel és új étrendekkel tértem haza, úgyhogy most nagyon-nagyon lelkes vagyok a következő szezonom miatt. És hát azt kell tudni, hogy azért én szeptembertől szeptemberig folyamatosan versenyeztem, úgyhogy azért a testem eléggé elfáradt, és éppen ezért most tavaszig pihenőt fogok tartani, de tavasszal visszatérek, úgyhogy már nagyjából meg is van, hogy milyen versenyeket szeretnék indulni. Nagyon aktív vagy a közösségi oldaladon, és a rajongóid is azok, rengeteg kérdés érkezik hozzád, rengeteg komment, rengetegen követnek, mit üzensz nekik? Ugye én nem csak versenyzésre szeretnék motiválni embereket, hanem nekem a fő cél az, hogy egy tudatos és egészséges életmódra motiváljam őket, és óriási boldogság, amikor mondják, hogy 15 vagy akár 40 kilót sikerült fogyni az én tanácsaimmal.